Egy brit esküdtszék 3 évtized elteltével sem volt képes döntést hozni a Hillsborough stadionban történt tragédia ügyében. A Sheffieldi arénában a Liverpool és a Nottingham Forest játszott kupa elődöntőt, amikor a lelátó egy része leszakadt. 96 Liverpool szurkoló lelte halálát. Hanyagságért David Duckenfieldöt a helyi rendőrség stadionba kivezényelt parancsnokát állították a bíróság elé. Az ő ügyében nem jutottak dűlőre, Graham McRae-t, a vendéglátóklub titkárát azonban elmarasztalták a munkavédelmi előírások megszegéséért. A rendőr tagadta bűnösségét. Az esküdtszék döntésképtelensége után az ügyészség bejelentette, hogy új bírósági eljárást fog kezdeményezni Duckenfield-del szemben. Az áldozatok kivétel nélkül a stadion kerítéssel lezárt, túlzsúfolt részén haltak meg. Az esküdtszék a 29 órás tanácskozás után sem volt képes eldönteni, hogy vajon a helyszíni rendőrparancsnok vétkese emberölés büntettében.